Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit mai videómban Steve Jackson legendás négy részes sorozatáról, illetve annak is első, ha lehet ezt mondani, bevezető epizódjáról fogok beszélni, ez a mű pedig nem más, mint a Samutanti Dombok. Tartsatok velem! Miután Jackson és Livingston kiadták első közös lapozgatós kalandjukat, a Tűzhegy varázslóját 1982-ben, mindketten új fába vágták a fejszéjüket, és önállóan kezdtek dolgozni a saját könyveiken, köszönhető ez főleg az első könyv hihetetlen sikerének, és annak, hogy ezután leszerződtek a Penguinnel, akik évi 6 könyvet vártak el a szerzőktől. Míg Livingston 1983-ban megírta a Végzet erdejét és a Tolvajok városát, Jackson a Káosz fellegvárával, a Csillaghajóval és a Samutanti dombokkal folytatta a sort. Ez utóbbi könyv volt a Steve Jackson varázslata sorozat nyitókötete, Angliában a Penguin Books égisze alatt jelent meg 1983-ban, itthon természetesen a Rakéta kiadó gondozásában látott napvilágot 1992-ben, és most ismerkedjünk is meg a Királyok koronájának legendájával. Évszázadokkal ezelőtt Kakhabad egy sötét és zord hely volt valahol a világ végén, kizárólag gonosz teremtmények lakták, így hamarosan csak a világvégi féreg veremként emlegették ezt a vidéket. Tudni kell, hogy Kakhabadot soha senki nem tudta uralma alá hajtani, pedig sok hadvezér kísérelte meg a lehetetlent. Ám egy nap, amikor egy Kalanna nevű uralkodó megtalálta a királyok koronáját, elkezdett rendet tenni a városállamok között. A koronának ugyanis természetfeletti ereje volt, és különleges, igazságtévő hatalommal ruházta fel az uralkodót. Mivel Kalanna inkább rendet szeretett volna, a koronát 4 évente mindig egy új, szomszédos királyság kapta meg, és ez a 4 év pedig pont elég volt arra, hogy az adott állam felvirágozzon. Nem történt ez másképp Analandban sem, a korona ünnepélyes keretek között megérkezett, és meg is indult a várva várt gazdasági és erkölcsi felemelkedés. Minden tökéletes. Csak éppen egyetlen dologgal nem számolt senki. Ez pedig a Fekete Hold éjszakája volt, ugyanis ezen az éjjel a koronát elrabolták. A tettesek szameni madáremberek voltak, és a koronát a Mampangi erőd sötét varázslójának adták át. Ezzel a merénylettel gyakorlatilag az összes szomszédos királyság veszélybe került, nem mellesleg Analandban is újra kezdett kialakulni a társadalmi káosz. Mivel ez a helyzet tarthatatlannak bizonyult, önként ajánlkozunk a feladatra, hogy visszahozzuk Mampangból a koronát. Ez azonban korán sem könnyű feladat, hiszen utunk során rengeteg veszélyhelyzeten kell majd keresztül mennünk, és bizony minden tudásunkra és varázserőnkre szükségünk lesz majd a siker érdekében. Apropó varázserő, kalandunk elején el tudjuk dönteni, hogy úgymond sima kardforgató harcosként vagy éppenséggel varázslóként vágunk neki küldetésünknek. A második esetben természetesen meg kell tanulnunk az összes varázslatot, hiszen éles helyzetben ezeket már tudnunk kell majd használni. Mivel én jelen videó készítésekor még csak a Samutanti dombokon vagyok túl, ezért félve jegyzem meg, bízom benne, hogy a varázslatoknak nagyobb szerepe lesz a későbbiekben, mert az első részben igazából nincs nagyon szükségünk eme tudományunkra. Ja igen, a varázslatok nem mellesleg súlyos életerőpontjainkba fájnak, úgyhogy érdemes óvatosnak lennünk, mikor mit varázsolunk. Nos, ezen kis bevezető után én azt mondom, vágjunk is bele a kalandba, és induljunk el hosszú, veszélyekkel és izgalmakkal tarkított utunkra. Miután elhagytuk a kántopáni kaput, gyakorlatilag célunk, hogy eljussunk Karé kikötővárosába. Utunk kisebb-nagyobb falvakon keresztül fog vezetni, hol kedvesek velünk a helyiek, hol viszont kifejezetten gyorsan értésünkre adják, hogy nem vagyunk kívánatos személyek. Történetünk viszonylag amúgy egyszerű és lineáris, érdemes azonban megjegyezni, hogy az egyes helyszíneken nagyon nem mindegy, milyen szituációban hogyan döntünk, ugyanis ez még a későbbi küldetésünkre nézve fontos lehet. A szereplőket illetően elég színes a paletta, kifejezetten érdekes volt például egy Jan nevű kis lénynel való találkozás, aki amúgy egy minimó, és bizony a kezdeti kedvessége után már inkább nevezhető idegesítőnek a jelenléte, ráadásul amíg ő velünk van, nem tudunk varázsolni sem. Nem mintha addig a pontig rengeteget varázsoltam volna amúgy. Rajta kívül természetesen találkozni fogunk a falvak lakóival, de goblinokkal, vagy úgynevezett elvinekkel is, akik amúgy roppant bosszantóak tudnak lenni. De a történetünk vége felé még belefutunk egy öregasszonyba is, aki mondjuk úgy elég mérges lesz, ha nem foglalkozunk a kedvesnek finoman szólva sem nevezhető invitálásával.
Kántopáni után még keresztül megyünk Krista Tantin, Dumfuson és Béri Tantin is. Míg nem, eljutunk egy Torrepáni nevű helyre, ami talán a küldetésünk legizgalmasabb helyszíne. Torrepánit a Svinnek lakják, akik félig emberek, félig orkok, és éppen valamiért ők is nagyon depisek. Kicsit később persze erre is fény derül, ugyanis Proszeusz nevű főnöküktől megtudjuk, hogy egyetlen lányát martalócok rabolták el, és éppen készülnek feláldozni egy nagyhatalmú barlangi démonnak. És hát természetesen mi lehetne még ennél is jobb, bizony miénk a megtiszteltetés, hogy visszahozhatjuk a főnök imádott lányát. Proszeusz azonban megígéri, hogy ha ez sikerül, bármiben segít nekünk, ami a továbbiakat illeti. Én azért itt még nem voltam meggyőzve, de mivel ezt a feladatot konkrétan ránk tukmálták, így nem is mondhatunk nemet. El is indulunk a barlangba, és talán nem túlzok, ha azt mondom, ez a kis föld alatti kalandozás már-már emlékeztetett arra az érzésre, amit szinte végig hiányoltam. Arra, hogy hű basszus, itt azért oda kell figyelni. Ugyanis ha nem jók a megérzéseink, bizony belefuthatunk elég komoly csapdákba is, és itt még a varázsló tudományunknak is hasznát tudjuk venni. Jó, nem véresen komoly a történet, azért olyan félkomoly féle. Itt érdemes megjegyezni, hogy küldetésünk során maga Libra istennő oltalmaz minket, akit minden kalandunk során egyetlen egyszer, amikor már minden remény elveszett, segítségül tudunk hívni. A barlangban amúgy természetesen meg fogjuk találni a Svin kislányt, és ki is tudjuk őt szabadítani. Miután ez megtörtént, Proszeusz állja a szavát, és még egy igen hasznos tárgyat is kapunk tőle búcsúzóul, mely tárgy még nagyon hasznos lehet nekünk következő állomásunkon, Karéban. Fő ellenségünk egy igazi fenevad, akivel akkor futunk össze, amikor Proszeusz lányával éppen már kifelé menekülünk a barlangból, ez a fenevad pedig nem más, mint egy mantikor. Tudunk ellene varázsolni és sima csatában is le tudjuk győzni, bizony elég erős ellenfél, de azért a végére ez azt hiszem így dukál. John Blanche készítette mind a borítót, mind pedig a belső illusztrációkat. A borítón fő ellenségünk a mantikor szerepel, mögötte pedig az ominózus barlang bejárata. Összhatásban, színekben nekem nagyon bejön. A belső rajzok, őszinte leszek, nem nagyon nyerték el a tetszésemet, de tény, hogy egyedi hangulattal bírnak, az asztalon bóbiskoló goblin például kifejezetten tetszetős. De ha már a mantikornál tartunk, hát hogy is fogalmazzak, nem lett túl ijesztő. Összességében azért találkoztam már jobb illusztrációkkal is. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ezt a művet Jackson egy nepáli zarándok útja ihlette, hasonlóan Livingstone halállabirintusához. Amúgy ebben a könyvben gondoltak azokra a kalandorokra is, akik nem rendelkeznek dobókockával, hiszen a lapok alján lévő dobókockák segítségével gyakorlatilag csak pörgetni kell egyet, és már olyan is, mintha két dobókockával dobtunk volna. Úgyhogy nincs kifogás, pörgetni kell. A szokásos 400 fejezetpont helyett jelen esetben itt 456 pont van, bár tény, hogy szinte a 300 utáni pontok többsége a különböző varázslásaink eredménye, ami jó részt amúgy abból áll, hogy mindenféle kitalált varázslatkódok használata miatt éppen megbüntet minket Jackson. Ezért is utaltam rá az elején, hogy nem sok értelme van a varázslásra kiegyezni az első részt. Tizenhét alkalommal érhet véget kalandunk, ami nem egy túlzottan magas szám, ami külön érdekes, hogy jó pár ponton egyszerűen azért halunk meg, mert olyan varázslattal próbálkozunk, ami egyszerűen nincs, vagy szimplán nem hatásos, és nincs időnk már másra. Mondjuk ennek abból a szempontból nincs sok értelme, hogyha tudom a varázslatokat, nyilván nem fogok olyat alkalmazni, ami nincs, illetve miért vannak olyan varázslási lehetőségek, amikhez még nem tudtuk megszerezni a szükséges tárgyat. No mindegy, azért természetesen vannak hagyományos bukták is, például a történet végén a barlangban lévő csapdák által, de ha nem vigyázunk, elég könnyen mondjuk fejvadászok fogságába is eshetünk, akik szintén nem túl vidám társaság. Abszolút érezhető, hogy ez a kaland egy úgymond bevezető epizód, megkockáztatom az egyik legkönnyebb kaland, amiben részem volt eddig. Nagyon hangulatos könyv, de én valahol egy picit többet vártam tőle. Ennek ellenére eléggé rendben van, a varázslási részek mondjuk egy picit még kiforratlanok, kíváncsi leszek, hogy a későbbiekben ez mennyiben fog változni. Egy átlagos, de szerethető kalandot kaptam, úgyhogy én 6 pontot adok a samutanti dombokra. Nos, én ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, nyugodtan kommenteljetek, iratkozzatok fel, még nem tettétek meg. Én legközelebb már Karéból jelentkezem, addig is jó lapozgatást mindenkinek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!